Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk a mai Cikádor magazinban. Megtartotta augusztusi rendesülését a bátaszéki képviselőtestület. Távozik bátaszékről Kürtesi Krisztián, katolikus plébános. Támogatják a bátaszéki árván maradt gyerekeket. Színházi előadást tartottak a magyarországi németek kitelepítéséről. Fejlesztésekről, diákok támogatásáról és a várhatóan több mint 60 millió forintos energiatöbletköltségről tárgyaltak a képviselők az augusztusi testületi ülésen Bátaszéken. A bevezetett energiaáremelés jelentős megszorításokra kényszeríti majd a várost. Augusztusi rendes ülésén 22 napi rendi pontot vitatott meg a bátaszéki képviselőtestület. Az egyik kiemelt és talán most az egyik legfontosabb téma az energiabeszerzésből adódó többletköltség volt. Készítettük egy előterjesztést, lemodellezve azt, hogy az augusztus 1-től megnövekedett villamos és gázenergia költségek mit jelentenek önkormányzati szinten 2022-ben, milyen többletköltségekkel szembesülünk, és előzetes számításaink alapján mintegy 60 millió forintot fog kitenni, sőt azt egy kicsit meg is fogja haladni várhatóan. Az a villamosenergia, illetve gázenergia többletköltség, ami abból adódik, hogy augusztus 1-től magasabb összegen kapják az önkormányzatok ezeket az energia lehetőségeket. Képviselőtestület úgy döntött, hogy mintegy 10 napot ad a fenntartásában működő valamennyi intézménynek, illetve gazdasági társaság vezetőinek, hogy készítsenek egy stratégiailag más típusú költségvetést. Nézzék meg az év hátralévő részében, költségvetésükön belül, hol vannak azok a lehetőségek, pénzügyi lehetőségek, amelyek felszabadíthatók, és adott esetben az energiaköltségek fedezésére átcsoportosíthatók. Lássuk, hogy ez körülbelül milyen nagyságrendet képvisel, bár előre látszik, hogy ezt a jelenkező többletköltséget a már elfogadott költségvetésen belül nem fogjuk tudni biztosítani, tehát további stratégiai döntésekre is szükség lesz az intézményhálózatunk működtetésén belül. Igyekszünk ezt minél hamarabb meghozni, annak érdekében, hogy ezek a döntések minél hamarabb megtakarítást tudjanak majd eredményezni. Ez ennek megfelelően érinti a Bátkom Kft-t, hiszen ő több sportlétesítményt működtet, az egyik legnagyobb energiafelhasználó például a tanúszoda, az ő intézmény működtetését is át kell majd vizsgálni, de érinti a városi óvodát, érinti a gondozási központot, de érinti magát az önkormányzatot, többek között a közvilágítással kapcsolatos kérdéseinket is majd végig kell gondolni. Igyekszünk minél gyorsabban információkat adni a képviselőknek, hogy minél hamarabb egy konszenzuson alapuló döntést tudjunk meghozni ezen a területen. Ezen kívül karbantartási munkákra és további fejlesztésekre is tudott forrást biztosítani a testület. A pótmunkához költséget biztosítottunk például a Kövesdi bekötőútnál, ott egy vezetékfektetéséhez szükséges védőcsövet kell finanszírozni, de forrást biztosítottunk a Hunyari utca és Kövesdi utca sarkán lévő gyalogát eresznek a felújításához, Szent István téren egy bekötő útnak a felújításához. Ezeket azért szeretnénk megvalósítani, és ehhez a fedezetek rendelkezésre állnak majd a 2022-es költségvetésben is. Jó híreket is, és jó döntéseket is, pozitív döntéseket is tudtunk hozni ezen a testületi ülésen. Döntött a képviselőtestület a civil szervezeteink számára egy második féléves támogatásnak a mértékéről. Megemelte a képviselőtestület a rendelkezésre álló 2 millió 750 ezer forintot majdnem közel 3 millió forintra, és ezt a 3 millió forintot a beérkezett kérelmek alapján szétosztotta mintegy 12 civil szervezet és két egyház között. Az általuk elvégzett vagy elvégzendő második fél éves működési feladatoknak a finanszírozása érdekében. Minél hamarabb meg fogják kapni a támogatásról szóló döntést, és igyekszünk minél hamarabb a támogatási összeget is a rendelkezésükre bocsátani. A felsőoktatásban résztvevők számára is több pozitív döntés született az augusztusi ülésen. Továbbra is megéri jól tanulni a bátaszékieknek. Egyrészt ismételten csatlakozik az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. 2023-ban egy 1,6 millió forintos kerettel szeretnénk ebben a programban részt venni. Rövidesen a Szociális Bizottság közzé fogja tenni a pályázati kiírást, kérem a felsőoktatásban résztvevőket, figyeljék a kiírást, és éljenek a lehetőséggel. Illetve a 2023-as
22-23 nevelési évnek vagy tanévnek az első fél évére biztosított az önkormányzat saját költségből és saját forrásból főiskolai és egyetemi ösztöndíjat. Mintegy majdnem 1,3 millió forint került felosztásra beérkezett pályázók között, akik közül attól függően, hogy milyen iskolában végzik a felsőoktatási tanulmányukat, illetve milyen tanulmányi eredménnyel pályáztak, 10.000, 15.000, illetve 20.000 forint per hó támogatásban, ösztöndi támogatásban részesülnek 5 hónapon keresztül a város költségvetésében. A 10.000 forintos támogatásban, ha jól emlékszem, 10 pályázó részesült, 15.000 forint per hó pályázatban, havi összegű ösztöndíjban 5 pályázó, és ha jól emlékszem, 4 pályázó részesült 20.000 forint per hó összegű ösztöndíj pályázatban. A tendert szeptemberben adhatják be a bátaszéki lakcímmel rendelkező felsőoktatásban tanuló diákok. Szeptemberben elbúcsúzik Bátaszéktől Kürtesi Krisztián, a katolikus közösséget eddig vezető plébános. Helyére Pécsről érkezik majd új lelkipásztor, ennek kapcsán beszélgettünk a távozó plébánossal. Az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Talán Kürtösi Krisztiánnak is eszébe jutott az az oly sokszor hallott gondolat, amikor közel 7 évvel ezelőtt Bátaszékre vezényelte őt Udvardi György, az akkori pécsi megyés püspök. 2016. augusztus 1-ével helyezett ide dr. Udvardi György püspök úr a Döbrökközi plébániáról, azzal a szándékkal, hogy a bátaszéki plébánián legyek plébános, amellett pedig a bátai Szentvérkegyhelyen indítsuk meg a liturgikus és életet és a zarándoklatokat. Minden kezdet nehéz, szokták mondani. És bár ebben az esetben ugyan valódi nehézségekről nem is beszélhetünk, mindenképpen említésre érdemes, hogy Kürtösi Krisztián jelentősen kibővített feladatkörnek vágott neki akkor, amikor bátaszéken kezdett el szolgálni. A különböző egyházi átalakítások miatt ugyanis több település katolikus híveiért is ő kezdett el felelni. Igyekeztem nyilván részt venni azokban az eseményekben, amelyek a városhoz is kapcsolódtak, nem csak egyházi eseményeken. Nyilván egy más időszak kezdődött el, mert a bátaszéki plébániához hozzákapcsoltak még több települést. Nem csak Bátaszéken, nem csak Pörbölyön és Bátán voltam plébános, mint az elődöm János atya, hanem akkor csatolták hozzánk Mórhágyot, Alsónánát, Mőcsényt, Bátaalpátit, Palatincát, és később pedig Várdombot is. Egészen más sajátos arculatot adott a plébánia, attól kezdve, hogy több község tartozott ide, 12 templommal. A megnövekedett feladatok magabiztos ellátásához elengedhetetlen volt a bátaszéki hívek támogatása. Egyedül nem bírtam volna, legelőször is a Jóisten segítségével tudtam végbevinni. Jó munkatársaim voltak, akikkel együtt tudtam dolgozni, akár a sekrestéseimmel, az irodistáimmal, de különösen gondolok a liturgikus eseményeknél azoknak a diakónusoknak a segítségére, akik itt a plébánián szolgálnak, akár a sümegi tanárúrra gondolok, vagy a Puskás Lajosra, vagy az Árpád bácsira, aki ezelőtt még kántori szolgálatot is végzett itt. A kezdeti beilleszkedés mondhatni könnyen ment. Ebben pedig úgy szerep jutott a bátaszéki katolikus közösség befogadó magatartásának. Amikor ide érkeztem, nagy szeretettel fogadtak a plébánia hívei. Furcsa volt számukra, hogy egy fiatal pap érkezik ide, egy hosszú plébánosi időszak után, hiszen János atya 50 évig volt itt plébános, és egy egészen más hang, egy egészen más stílus fog érkezni, amely bizonyára magával hoz olyan változásokat is, amelyekre nem is számítottak, vagy hát gondolták is, hogyha lesznek változások, azok majd befolyásolják a plébánia életét. Az itt töltött évek alatt nagyon sok értékes emberrel megismerkedhettem, hívővel és nem hívővel is. Mert azért ezt is hozzá kell tenni, hogy nem csak a templomba járó hívekkel volt kapcsolatom, hanem azokkal is, akik esetleg más felekezethez tartoztak, vagy egyáltalán nem tartoztak egyik felekezethez sem, mint gondolok a reformátusra vagy a katolikusra.
Úgy gondolom, hogy jó kapcsolatot igyekeztem kialakítani, próbáltam közvetlen lenni, próbáltam ember lenni az emberek között. Kütösi Krisztián számára a bátaszéki szolgálat most véget ért. A pécsi megyés püspökkel való egyeztetésben hamarosan Pakson folytatja az útját. Bátaszékre pedig Pécsről érkezik az új plébános. Telefonon már többször is beszéltünk, és az elkövetkező napokban fog megtörténni, amikor ő eljön látogatóba a plébánia területére, amikor végigviszem őt a falvakon, megmutatom neki azokat a plébániához tartozó templomokat, közösségi házakat, és nyilván bemutatok olyan személyeket is, akikkel neki majd kapcsolatot kell teremtenie. Kürdösi Krisztián azt mondja, az új plébános munkájában semmilyen módon nem fog a jövőben beleszólni. Bátaszékre viszont mindig szeretetteljes szívvel tér majd vissza. Meghirdette szokásos éves pályázatát a Bátaszéki Árva Gyermekekért Közalapítvány. A tendereket szeptember 30-ig adhatják be azok a közép- és felsőoktatásban tanuló helyi diákok, akik elveszítették egyik szülőjüket. Tavaly közel 1,5 millió forintot tudtak szétosztani, idén is várják még az adományozók támogatását. 1996-ban, immáron 26 éve alakították meg a Bátaszéki Árva Gyermekekért Közalapítványt, aminek a célja azóta is az, hogy segítsék azokat a kiskorúakat, családokat, ahol az egyik, vagy még rosszabb esetben mindkét szülő meghalt. Sajnos több ilyen is van a városban. 2020. augusztusától töltöm be ezt a posztot, úgyhogy az évben már a pályázati kiírást és az elbírálást azt már én csináltam. Hárman vagyunk az alapítványban, én vagyok az elnök, és van még két tag. Van egy pályázat, amit minden évben kiírnak. Itt a gyerekeknek ez egy felhívás, ugye, mert az alapítvány egyszeri segélyt nyújt minden évben. A közép- és felsőoktatási intézményekben tanuló diákoktól várom elsősorban, hogy adják be a pályázatukat, akár tankönyvek, vizsgadíjak, kollégiumi vagy lakhatási támogatást lehet ugye igényelni a pályázatban. A pályázatban a gyerekeknek a nevét, lakcímét, az intézmény nevét, lakcímét kellene feltüntetni, és az indokot, valamint iskolalátogatási igazolást a tanintézményből. Ezt szoktam kérni, és szeptember 30 a határidő, amit ki szoktunk írni, és várom a jelentkezőket. 2020-ban pontos adatot is tudok mondani, olyan 440 ezer forint volt az SZIA-ból az alapítványnak a bevétele, és közel 50 ezer volt a magánszemélyeknek az adománya. Abban az évben 5 gyermek adott be pályázatot, és meg is feleltek a pályázati kiírásnak, úgyhogy meg is kapták ők mindezőten a pénzt. 2021-ben az SZIA bevételünk az igencsak megemelkedett, közel 785 ezer forint jött be az 1%-ból, aminek nagyon örültem, mert ilyen magas összeg még egyik évben sem volt, és nagyon sok adományt is kaptunk abban az évben. Egy helyi vállalkozótól 500 ezer forintot kaptunk, akkor pályáztam az önkormányzatnál működési költségre, az önkormányzattól is kaptunk 70 ezer forintot, magánszemélyektől is kaptunk abban az évben adományt. Ezen kívül a település több pontján található fáradt olajgyűjtőkbe elhelyezett zsiradék után is támogatást kap az alapítvány. 25 forintot kapunk kilónként minden hónapban, vagy két havonta, hogy összejön ugye a gyűjtőládában a fáradt olaj, úgyhogy onnan is elég jól, szép kis összeget kaptunk a tavalyi évben. Úgyhogy így az adományokból, támogatásokból is 653 ezer forint jött össze a 21-es évben, úgyhogy tavalyi évben 6 diák adott be pályázatot, mind a 6-an megfeleltek a pályázati kiírásnak, és nagyon örültem, hogy ilyen magas összeget tudtunk szétosztani a gyerekek között. Adrien hozzátette, reméli, hogy idén is magas lesz a kiosztható összeg. Hogy mennyi bevételük lesz az 1%-os felajánlásokból, az még ebben a hónapban kiderül, de továbbra is várják a magánszemélyek felajánlásait. Ugye mivel tavaly évben elég nagy összeget, magas összeget tudtunk kiosztani a gyerekeknek,
és megható volt azt látni, amikor ugye a pénzt megkapták borítékban a határozattal együtt, hogy nem számítottak ilyen nagy összegre, és volt olyan, aki elpityeredett. Szóval ez olyan jó érzés, tehát, hogy így, hogy nem várták, hogy ekkora magas összeget kap az a kisgyerek, és hogy ez nekik, szülőknek is, meg a gyerekeknek is, hogy ez mennyit jelent egy nagyobb összeget, hogy évvégén megkapnak, hogy akár egy nyelvvizsgát befizetnek, vagy több havi kollégiumi, vagy lakhatási költséget ugye ebből tudnak finanszírozni. Nagyon jó érzés volt. Az alapítvány a beérkezett támogatások legnagyobb hányadát kiosztja, segítve ezzel a bátaszéki árva és félárva gyerekek boldogulását. A pályázatot tehát szeptember 30-áig várja a közalapítvány. Történelmi multidézést tartottak Bátaszéken a Tájház udvarán szeptember 4-én, vasárnap este. Egy rendhagyó színházi előadáson keresztül tekinthettek be az érdeklődők kettő magyarországi sváb család életébe. Hogyan élték mindennapjaikat a II. Világháború után, és mi történt, amikor 1946-ban elindultak az első vonatok, és megkezdődött a németek kitelepítése, a vagyonelkobzás és a jogfosztás. Zeneszóra áramlott be az érdeklődő tömeg a Tájházba szeptember 4-én este, hogy megnézzék az Oberon Társulat előadásában a Bündeltánc című történelmi multidézést. Az előadás a magyarországi németek elűzésének történetét dolgozza fel. Kardos Gábor, a Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület elnöke családjával érkezett az előadásra. Azt mondja, elevenen él még a svábokban ez a szörnyű időszak, és minden leszármazott életére kihatással van. Bizony, mi még az a generáció vagyunk, aki megélhettük azt, hogy beszélhettünk az öregekkel, akik a legnagyobb szükséget is át kellett, hogy éljék, és továbbadták nekünk a legnagyobb kincsüket, az anyanyelvünket, természetesen mellette tudást, megmaradt vagyont, mindent, de mégiscsak ez a legnagyobb kincsünk, és ez a legnagyobb összetartó erőnk, ez a közös kapocs. A rokonságot tépte szét a II. Világháborút követő események sorozata. Ha személyes példát mondhatok, legközelebbi rokonaim, unokatestvéreim Németországban élnek. Régebben képeslapok és levelek váltása volt a szüleink idejében, ma már a modern elektronikai eszközöket, informatikai eszközöket ki tudjuk használni, és így hallunk, látunk egymásról, de bizony 1000 kilométereket kell ahhoz utazni, hogy a legszűkebb család összeülhessen, mindenképpen kihat. Tehát akit elszakítottak, nekik sem egyszerű, nyilván nekik a legnehezebb, de az itt maradottaknak sem volt könnyű. Ákli Krisztián, a darab írója és rendezője, egy hiánypótló darabot hozott létre. Már évek óta a fejemben volt egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy a közelmúltnak a történelme, az milyen módon határozza meg a mi mostani identitásunkat, a magyar identitást. És ezt narratív identitásnak hívják egyébként, van egy ilyen tudományos szakirodalma is, tehát én eléggé belástam már magam ebben a dologba, és hogy ennél szerintem egy nagyon fontos alkotó pillér az a II. Világháború utáni események, ugye most például a gulágnak a föltárása, vagy a történelmi föltárása zajlik, és ez mellett egy nagyon fontos és nagyon kevésszer szerintem méltó figyelmet nem kapó téma, ez a sváboknak a kitelepítésének a témája. És már évek óta gondolkodtam azon, hogy lehetne erről szerintem a színházon keresztül valami történetet átadni, valamit elmesélni, és akkor most jött el az idő, 2021. augusztusában, amikor a premierünk volt, hogy létrejött az előadásunk, és nagyon-nagyon örülünk, mert nagyon sok helyszínre, nagyon sok településre hívnak minket, és ha minden igaz, akkor például ebben az évben ez már a 12. előadásunk. Na? Und was muss ich von den Tuch wissen? In németül. Verstehst du das doch, ne? Ja, ja, 412. Kannst du Deutsch? Tudom jól, hogy kannst du. Igen. Gondoltam, magyarok vagyunk egy magyar házban, akkor beszélhetnénk magyarul. És akkor nem lehet Deutschul? Oh, Gott in Himmel, Entschuldigung. Bocsánat. Én szerintem az ezzel kapcsolatos ilyen transzgenerációs traumák azok sokkal jelentősebben élnek, mint mi azt hisszük, és nagyon sok olyan család van,
akiknek ez a mindennapjait úgy határozza meg, hogy közben talán nem is tudjuk, hogy ez hat ránk, és úgy állítottam össze az alkotó csapatomat is, hogy az Oberon Társulat nem egy fix társulattal dolgozik, hanem mindig egy adott témára, egy adott projektre szerveződik, hogy mindenki is sváb származású, és valamilyen módon mindenki érintett a témának a kapcsán. Mindenki, kivéve őt. És talán ez véget tudok lenni az objektív külső szem, tehát én nem a sebeimet tépkedem föl, vagy nem egy ilyen öngyógyító folyamatot tartok, hanem megnézek kívülről egy eseményt, és ennek kapcsán megpróbálok ebből valami olyan fajta színházi anyagot gyúrni, ami úgy szól erről a témáról, hogy a jelenről is, a 21. századi Magyarországról is mesél. Nem az a célunk, főleg az eladás első szakaszában, hogy föltépkedjük a sebeket, és akkor egy ilyen rituális 80 perces közös sírás legyen, de hát természetesen a téma az nem, tehát nem tehetjük azt, hogy ez nem egyfajta megemlékezés is. És hát eddig nagyon-nagyon nagy a pozitív értelmet visszhangja az előadásnak, és tényleg olyan településeken töltöttünk meg 150-200 fős nézőtereket, ahol mondjuk, de most Fekedet hadd mondjam példának, amikor a fekedieknek játszottuk, Fekeden olyan 220-al laknak, 140 néző volt. Egy augusztus hónapnak a közepén Szederkényben is, vagy Himesházan is úgy volt, hogy le kellett zárni a regisztrációt, mert nem fért be már több néző, és ez is mutatja azt, hogy szerintem ez egy releváns téma, ez egy fontos dolog, és hogy igyekszünk ezzel kapcsolatban úgy megfogalmazni valamit, ami tényleg azt gondolom, hogy inkább arról szól, hogy ilyen ne forduljon többet elő, mint arról, hogy mondjuk a régen volt felelősöket megpróbáljuk felelősségre vonni. Bár a körülbelül 70 perces előadás alatt sokszor felnevettek a nézők, a történet végét mindenki tudta. Segítek! Ha egy név legyen Maristágon, akkor kell egy másik helyette! Ha kettő név kell, akkor kettő kell helyette! Érted? Minden színházi előadás akkor érvényes, ha jelenről szól, és hogy ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, és hogyha megtalálta ezt a jelenre vonatkozó részt, akkor beszélgessünk róla. Bár maradtam volna benne végig, de az ember vágyai vezérlik. Vágyaimnak sólyom szárnya támad, odahagytam őslakom s anyámat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!